Mögöttem a hagyományos konténer technológiát látod, és valami hasonlóról fogok én is beszélni, persze nem annyira a fizikairól, inkább a virtuálisról jövő héten kedden, azaz szeptember 19-én este 7-től, ahol a Linux konténerekről lesz szó, konkrétan arról, hogy hogyan tudsz egyszerűen konténereket építeni Linux alatt, nem a Docker technológiájával, hanem hagyományosabb módszerekkel, ami nagyon jó lehet abban az esetben, hogyha egyszerűbb dolgokat akarsz menedzselni, kicsit hagyományosabb módon szeretnél hozzáállni a dolgokhoz. És persze nem teljesen hagyományosan fogjuk csinálni, hiszen a hagyományos mód az lenne, hogy létrehozod a konténer környezetedbe, SS házol és ott állítasz dolgokat, de azért ennél egy fokkal modernebb irányt veszünk, és az Ansible segítségével automatizáljuk az egészet. Az Ansible-el playbookokat, forgatókönyveket készítünk, ami segítségével újra és újra létre tudsz hozni ugyanolyan vagy nagyon hasonló környezeteket, beleértve a konténer futtató környezet is, a hostot, és magukat a konténereket és a konténerek beállítását is. Tehát erről lesz szó szeptember 19-én, kedden este 7 órakor. Gyere, jelentkezz a képzésre, tarts velem!